Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hetedik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Veretlenül szerezték meg az aranyérmet a nyíregyházi junior fiú kosarasok. A 8. helyen zártak a Szuperligában a nyíregyházi tekézők. Tiszavasváriban járt a 4 olimpián is szorítóba lépő müncheni bajnok Gedő György. Kikapott a bajnoki elődöntő első meccsén a nyíregyházi kosársuli. Hetedik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese 2-0-ra verte a Siófokot, és továbbra is a feljutás jelentő második helyen áll a tabellán. Hasonlóan kezdtünk, mint legutóbb. Most is nagyon frissek és célra törőek voltak a támadóink. Nagyon nagy nyomásra éreztünk időnként az ellenfélre. Nagyon gyors támadásokat vezettünk el, azt gondolom, most nagyon jó ritmusa volt a játékunknak, köszönhető annak, hogy a pályánk minősége azért most már futballra alkalmas. Ugye az első mérkőzéseken ezt nem mondhattuk el. És hát jött is a korai gól, amit már az utóbbi időben megszoktunk. Majd ezt követően már kedvünkre játszhattunk, a gyors embereinket tudtuk kamatoztatni. Akik legutóbb nem játszottak, vagy kevesebbet játszottak, azok a frissességüket meg tudták mutatni. Úgyhogy most a keretünk nyert, én úgy gondolom, hogy megérdemeltem. Második fél időben a szokásos ráülős, kiváraos, kontrázós futballunkat mutattuk be. Sajnálom, hogy akkor nem szereztünk még gólokat, mert több olyan ígéretes támadásunk volt, amelyet be kellett volna zárnunk. Ezen még mindenképpen javítanunk kell, de ebben a szakaszban, ebben a hármas szakaszban ez talán egy picit megbocsátható. De hát a legfontosabb a 3 pont volt, és én azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés játszottunk ma. Hétvégén következik a Nyíregyháza Spartakusz elé megyei rangadó. Ott is 3 pontot kap a győztes, de hát azért mindenki tudja, a meccs egy picit másabb a többinél. Teljesen már. Ott nem lehet biztosra menni. Egyrészt azért, mert a Nyíregyháza azért nagyon erős csapat, még hogyha a tabella most ezt nem is mutatja. Azért minden meccsen nagyon-nagyon nagy ellenállásra készíteti az ellenfelet, és most hazai pályán ugye már nyertek is. Másrészt pedig szokták mondani, hogy az ilyen rangadókon nem számít a helyezés, és hát biztos, hogy nagyon fognak ők is készülni presztízsből, de természetesen mi is adjuk magunkat olcsón, és egy jó mérkőzésre számítok elsősorban arra, hogy egy hasonló ritmusú és eladható mesén a szurkolók szórakozzanak, és egy jó üzenete legyen ez a jó propagandája legyen ez a futballnak. Van 4 nap, természetesen felkészülünk belőlük, gondolom ők is mi belőlünk. Én szeretem az ilyen meccseket, a játékosok is biztos, hogy vannak vele ők is, és egy jó hangulatú, szórakoztató meccset várok. Mennyire írt át az előre eltervezett forgatókönyvet az, hogy már a 6. percben hátrányba került a Siófok? Hát azt gondolom, nagyon átírtam, egy nagyon bátran és támadólag akartunk fellépni, azon, hogy az elején látszott is, hogy próbáltok letámadni őket, próbáltok megzavarni az ellenfél labdakihozatalát. Úgy érzem, hogy nagyon könnyű 11-es volt, hiszen egy kavarodásból most a szöglet utáni kavarodásból teljesen semmi szándékos enkezelés ott van, akinek láphatóan a kezére, azon miért nem szoktak befújni. Megkönnyítette ez a Kisvárdának a dolgát, igaz, hiszen a 6. percben nyugodtan játszottak, előnybe kerültek, ami minket egy kicsit megzavart. Pontatlanok voltunk a játékunkon, előrefelé nem tudtuk elő megtartani kellően a labdákat. A második gól az újra egy pontrugásból volt, tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen akcióból mi se kaptunk gólt, tehát ez mutatja, hogy stabil a védekezésünk, hátul azért szervezettek vagyunk. Előn a friss emberektől többet vártam első fél időben, azt hittem, hogy egy-egybe gyorsabbak leszünk, egy-egybe erősebbek leszünk, meg tudjuk bontani jobban az ellenfél védelmét, ez nem sikerült az első fél időben. Másodikban próbáltunk kicsit újítani, szélekre új embereket behozni, hátra ott meg tudjuk bontani őket jobbra, előre is még fölöktünk egy plusz embert. Mindent megtettünk, próbáltunk játékban fölfejlődni, próbáltuk az ellenfelet kicsit megtörni labdajáratással, gyors passzokkal. Sajnos nem sikerült, mert akkor már magabiztosak voltak, azért megvan a kellő önbizalom ennek a csapatnak, hogy 2-0-ás vezetést azért már nehezen enged ki a kezéből. Kívülről egy mozgalmas, hajtós mérkőzésnek tűnt ez a találkozó. Milyen volt belülről? Hát belül is úgy éreztünk, hogy nagyon jól kezdtünk a mérkőzés, és mindenki pörögt el, ahogy kellett az elejétől, és úgy éreztük, hogy ma nagyon jó meccs tudunk játszani.
ismét pontrugásokból, egy 11-es részszögletből született, vagy 11-es szöglet után a Kisvárda két gólja, sokadik szöglet utáni gólt szerezte a csapat, ezúttal te voltál a befejező ember, mennyire volt tudatos? Hát igazából az elsőleges feladat az volt, hogy zárást csinálok a társamnak, de már harmadik szöglet után már látta, hogy mindig oda megy a labda, és akkor mondom, hát ha ott megyek, és akkor tudok befejezni, és sikerült, hála Istennek. Veretlenül mind az öt mérkőzését megnyerve szerezte meg az aranyérmet a debreceni országos döntőben a Nyíregyházi Sportcentrum junior fiú kosárlabda csapata. Pető Ákos együttese a fináléban a Sopron múlta felül 57-51-re. A csapat minimális célkitűzése még évelején így utólag elmondhatom, hogy az érem volt. Hál' Istennek sikerült az aranyérmet megszerezni, tehát ezt teljesítettük. Nagyon jól szervezett döntő volt, és lehet, hogy kicsit nagyképű, de a döntőtől már csak a csapatunk volt jobban szervezett, és maximálisan volt elégedve a fiúkat, tehát ilyen koncentrálással és ilyen odaadással 4 nap alatt 5 meccset lejátszani, azt mondom, hogy le a kalappa. Mind az 5 meccset megnyerte a csapat, melyik volt a legnehezebb, és melyik tűnik így utólag a legkönnyebbnek? Az első meccs olyan szempontból nehéz, hogy azért mindig belelendülni egy döntőbe, akárkivel játszik az ember, nehéz. A Vasas az alapszakaszban oda-vissza megvertük, ez talán kicsikét csalóka is lehetett. Sikerült a végén 2 ponttal behúzni, utólag azt mondom, hogy talán az volt a legnehezebb mérkőzés. Igaz, az elődöntő, igaz, hogy az 1 pontos lett a Pécselen, ott nagy előnyt adtunk le, de az a meccs volt, hiába az az 1 pontos, hogy nem igazán volt kétség szerintem, hogy megnyerjük. A legkönnyebb meccs a Falkó volt, talán nagyon feküdt nekünk a stílusuk, vagy mi nem feküdtünk nekik, és azt egy simán 32 pontos győzelmet tudtunk aratni. A döntő az pedig döntő, azt nem kell megmagyarázni, mindkét csapat oda tette magát, nagyon keményen, nagyon jó szerkezetű volt a Sopron, nagyon jó szerkezetű volt a mi csapatunk is, nem is feküdtünk annyira egymásnak, ezért 57-51, tehát relatíve kevés pont volt. Milyen volt egyébként ez a döntő? Nagyon sok volt a kevés pontos mérkőzés. Igen, jó színvonalú döntőnek tartom. Az első 4 csapat nagyon erős volt, de a hátsó régóban végzett csapatok is, tehát a Vasas, a MAFSZ kellemetlen stílusok voltak, tudtak volna meglepetést szerezni. Igaz, itt az utolsó mérkőzésen is még azért a Sopronnak észnél kellett lennie, mert még felső körben is akár ki is eshetett volna, és nem jut 4-be, tehát azt mondom, hogy a színvonalas döntő volt nagyon. Mi a legfőbb erőség ennek a csapatnak? A szíve. Egyértelműen a szíve. Az, hogy tudtak kosarazni, azt már régóta tudom, de most tényleg megmutatták a karakterüket. Kettőre kerültek a Tóna Osztár ötösébe, Fazekas Csaba és Mokánszki Máté, utóbbi pedig a legértékesebb játékos címet is elnyerte. Kiemelkedtek ennyire a mezőnyből? Igen, nagyon jól játszottak. Talán Csabin kicsit dobó százalék lehetett volna jobb, de nagyon nagy nyomás volt. Tehát az ellenfelek is rákészültek végig 5 meccsen keresztül, űzték, hajtották, ütötték, de nagyon jól kezelte a szitut, és amikor pont dobásban nem is tudott, mint például a Falkó ellen csak 10 pontot dobott, de adott 10 gólpaszt, tehát akkor másban próbált kiemelkedni mezőny munkában, lepattanókban. Máté pedig nagyon jól kihasználta azt, hogy Csabira akár nagyobb figyelem is hárul, védekezésben végig jól teljesített, és támadásban is kulcs kosarakat dobott. De igaz, hogy nem lett külön díjas, de Vaskó Gyulát is ki szeretném emelni, hiszen lélektanilag, főleg a döntőben lélektanilag nagyon fontos kosarakat dobott, amelyen meg tudta törni a Sopront. Demeter Ádám pedig csapat legjobbja lett, ő amúgy a csapatkapitány, pedig szenzációsan összefogta a csapatot. Hát ha már belekezdtem, akkor Bolden Imánóját is ki szeretném emelni, hiszen az elődöntőben az ő szerezte a győztes kosarat. Farkasen és Sitku Marci nagyon hasznosan játszott végig, nagyon jól védekeztek, nagyon sok lepattanót szedtek, Pollák Balázs pedig szépen padról nagyon nagy energiákat tudott betenni a csapatba. Annak különösen örülök, hogy 2002-es születésű játékos is sikerült pályára küldeni. Nekik értelemszerűen ez még befektetés, tehát a jövő szempontjából volt ez nekik nagyon fontos. A csapat legrutinosabb játékosaként talán rád hárult a legnagyobb teherre dönteni, hogyan élted meg ezt az 5 meccset, mennyire volt könnyű ezzel, vagy nehéz ezzel együtt játszani? Szerintem az első mérkőzésen rajtam is látszódott ez a nyomás, de szerencsére le tudtam vetkőzni az első meccs után, ugyebár már a csoportmeccseken látszódott, hogy könnyedébben nyertük a mérkőzéseinket, mint ez rajtam, mind a többieken is látszódott. Az elődöntőben szerintem már abszolút úgy mentünk oda, hogy felszabadult volt a csapat, és tényleg tehermentesen tudtunk játszani. Azért is sikerült megnyernünk. A Sopront azt hiszem
egy csapat verte meg az egész bajnokságban a döntő előtt. Mennyi esélyt adtál magatoknak a mérkőzés megelőzően? A Sopron ellen igazából úgy játszunk oda, hogy egyáltalán nem volt mitől félnünk, ugyanis tehát tényleg az a két csapat játszotta a döntőt, aki meg is érdemelte, hogy oda kerüljön. A rájátszás során is mi voltunk az első és a második helyen. Meccs előtt beszélgettünk a többiekkel, hogy mennyi az esélyünk, de mindenki úgy állt hozzá, hogy nincs mitől félnünk, és hogy meg kell verni őket. A döntő előtt azt mondtátok, hogy éremért utaztok, de hát most már utólag elmondható, alig ha lettetek volna elégedettek egy bronz vagy egy ezüst éremmel. Igen, hát amikor sikerült bekerülnünk az elődöntőbe, tehát nem szerettünk volna kikapni a Pécstől. Azon a meccsen nagyon izgultunk, tehát meg is látszott rajtunk, az első fél időben elmentünk 20-szal, utána a Pécsnek sikerült felzárkóznia, tehát ott szerintem benne volt a csapatban az, hogy nem lenne jó a harmadik helyért játszani, és mindenképpen szerettünk volna bekerülni a döntőbe, ami sikerült is. Végén higgadtan sikerült megnyerünk a meccset. Téged is beválasztottak a Tolna All-Star ötösébe, gondolom ez nem volt meglepő. Örültem, hogy sikerült beverkednem magam az All-Star ötösbe. Leginkább annak örülök, hogy annak ellenére, hogy azért az ellenfél csapatába a legtöbb játékos rám volt hárítva, és hogy próbáljanak meg megfogni, és jól ki tudtam használni, hogy a csapattársamat megtaláltam, és hogy ők is ezt felismerték, hogy így tudtuk ezt kihasználni a mérkőzés során. Felnőtt csapatban már még néhány meccset a szezonban, aztán pedig a nyáron válogatott. Mikor kezdődik a felkészülés, és szerinted hányan lettek ott a bajnok csapatból a válogatott keretben? Június 12-én kezdjük el a felkészülést Fehérváron. Szerintem legalább 3-4 játékos illene ebből a bajnok csapatból beválasztani, ugyanis szerintem tényleg azért nyertük meg ezt a bajnokságot, mert ez egy igazi csapat volt. Már kiskorunk óta együtt edzünk, és szerintem ez volt a legnagyobb fegyverünk, hogy ennyire együtt mozogtunk a pályán is. Szóval szerintem 3-4 játékos legalább befér a válogatott keretbe. Véletlenül szerezte meg a junior bajnoki címet a Nyíregyházi Sportcentrum együttese. Volt nagyobb különbségű győzelem, voltak szoros meccsek, te hogy élted meg ezt az öt találkozót ott a pályán? Én első meccsen nagyon izgultam még, hogy kezdjük el az egész tornát, de végül jól jött ki a lépés. Utána egyre jobban lendült bele az egész csapat a találkozókba, betaláltunk kintről, ahogy belejöttünk a meccsekbe, és ez a ötödik meccsen ki is fizetődött, hogy megnyertük, szóval nagyon, nagyon büszkék lehetünk erre. Mivel nőttetek a mezőny fölé, hogy látod? Szerintem nagyon jó csapatmunkával tudtunk játszani, mindenki hozzá tudta tenni azt, amit tud, meg amit szeretett volna. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon jól játszott, nem volt senki olyan, aki hullámzó lett volna, mindenki egy kiegyensúlyozott mutatót tudott mutatni. Debrecenben volt a döntő, de talán el lehet mondani, hogy hazai pályán éreztettétek magatokat, mert nagyon sok nyíregyházi szurkoló volt minden meccsen, ez mennyit segített? Ez belülről nagyon jó érzés volt, hogy búzítottak minket minden kosár után, ha büntető volt, ha három pontos, tényleg ugyanolyan hangzavar volt, nagyon, nagyon erőt tudott nekünk adni ez az egész. Téged választottak a döntő legértékesebb játékosának, meglepett, vagy valahol számítottál rá? Megmondom őszintén, nem számítottam rá, hogy a legértékesebb játékos én leszek. Utána még fel se fogtam, sétáltam vissza az All-Star-ral a kezembe, és mondták, hogy megint én vagyok, és meglepődtem, nem számítottam rá tényleg. Vereséggel zárta a szezont a nyíregyházi Teke Klub együttese, amely Győrben kapott ki 6,5-másfélre a Szuperliga utolsó fordulójában. Fint az oltánik a 8. helyen végeztek a 12 csapatot számláló mezőnyben. Nem indult jól a mérkőzés az utazás szempontjából, és több játékosunk munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott velünk tartani, illetve a Szlovenszki Tibornak a sérülése révén, de azt lehet mondani, hogy így lehetőséget kapott a cserepadról beugorva a Szlovenszki Attila, aki akkora részidőt futott a félidőbe, hogy még mi is csak lestünk, és a hazaiak egyik legjobb játékosát is még maga mögé utasította abban a pillanatban, és lehetőséget kapott Erős Adrián, hogy most először a felnőtt férfi csapatban kezdőként léphessen pályára, úgyhogy mindenképpen ilyen szempontból a jövőre nézve jó mérkőzés volt számunkra. Azt azért hozzátenném, hogy rögtön az első sorban a Kastora Zsolt révén sikerült
sikerült csapatpontot szereznünk, míg mellette a Szlovenszki Attilának néhány fán múlott egy bravúr pontszerzés. A középső sorban azonban a hazaiak azt lehet mondani, hogy bődületesen elhúztak, a Hakkerdezsőnek nem sikerült pontot szerezni, míg a Erős Adriánnak csupán 5 fán múlott a bravúr pontszerzése, úgyhogy mindenképpen elégedettek lehetünk arra ekkor, és az árósorban a Magyarorsi Péternek csupán 3 fán múlott a pontszerzése, míg nekem csak fél pont sikeredett, mert regáfára végződtünk a hazaiak egyik legjobbjával, de azt lehet mondani, hogy ezzel a 6,5-másféle mindenképpen elégedettek lehetünk, főleg úgy, hogy utána kiderült, hogy a Kaposvár a Ferencvárosnál 8-0 arányban kapott ki, és ezzel meg tudtuk őket előzni egy belső szetponttal a tabellán, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy a 8. helyezésünk így a tabellán, így a szezon legvégére mindenképpen egy siker számunkra. Ha értékeljük a szezont először röviden, mennyire lehettek az egész éves teljesítménnyel elégedettek? Úgy gondoljuk, hogy ez a 8.-9. hely volt talán a reális, bár hozzáteszem, hogy amilyen nehéz volt a sorsolásunk az őszi szezonra nézve, úgy mindenképpen egy nagy bravúr hajrával tudtunk ideérni a 8. helyre, így a bajnokság végezetével, de úgy gondoljuk, hogy egész változatos szezon áll mögöttünk. Hozzáteszem, hogy a Szlovenszki Tibor sérülés a lehető legrosszabbkor jött, a fontos meccsek közepén sérült meg, de ekkor jött a csapat egység, és úgy gondolom, hogy mindenképpen csapat egységileg nagyon-nagyon összekovácsolódtunk így a bajnokság vége felé, és ez ennek volt köszönhető, hogy sikerült a 8. helyet megszereznünk a bajnokságba. Mekkora meglepetés az, hogy a Zalaegerszeg letaszította a bajnoki trónról a Szegedet? Végül is várható volt azzal, hogy a Zalaegerszeg Répszalakon győzni tudott, és így minden adott volt arra, hogy az utolsó bajnoki fordulón egy Zalaegerszeg-Szeged csúcsrangadón egy esetleges hazai győzelemnél a Zalaegerszegiek lehetnek a bajnokok. Ez most megtörtént, 4 év után ismét nem a Szeged lett a bajnok. Azt lehet mondani, hogy a Szeged a BL-be is másik lett, a bajnokságban is másik lett. Hát nagyon nehéz ez a magyarországi teke, úgyhogy látszik, hogy nagyon sok erős csapat van. Bárki bárkit képes megverni, gondolok itt az első részbe tartozó csapatokra, és ezt is jelenti az, hogy itt nem lehet biztosan menni a mérkőzéseken, mint ahogy a hátsó alakzatban is vannak meglepetés győzelmek, aminek köszönhető volt sokszor nekünk is, hogy előrébb tudtunk lépni a tabellán. Meddig maradtok edzésbe, és alakul-e már a nyári-nyár végi program? Május végéig van edzés itt a Vánsi Stadion Tekecsarnokában, azt követően elmegyünk egy kis nyári pihenésre, és valószínűleg július közepén, mint ahogy minden évben elkezdődik majd a felkészülés. Azt már tudjuk előre, hogy augusztus első hétvégén lesz majd a Kárpát-kupánk, ahol a szlovákiai Velkisárissal találkozunk férfi-női vonalon, de úgy tervezzük, illetve augusztus végén fogunk majd visszamenni Velkisárisra. Köztem még adódhat majd egy-két felkészülési mérkőzés, de ez még mindenképpen a jövő zene, hogy milyen kiírások lesznek majd a nyár végére. Minden fiatal számára fontos, hogy sportoljon, mivel a sportnak személyiségformáló ereje van, mondta az olimpiai bajnok ökölvívó Gedő György Tiszavasváriban. A 68 éves sportember az egyetlen magyar bunyós, aki 4 olimpián lépett szorítóba. Mivel én nevelt gyerek vagyok, nagyon sok felet tanítottak és neveltek. Az én edzőm tulajdonképpen az Adler Zsiga bácsi volt, aki nekem nevelőapám is volt, és én nagyon sok mindent tanultam tőle. Én 61 éve vagyok az ökövő sportban, ami annyit jelent, hogy 7 éves voltam, amikor megismerkedtem az ökövő sporttal, és azóta nekem veszőparipám, hogy azok a fiatalok, akik agilisan állnak hozzá, és tényleg valóban az ökövő sportot meg akarják ismerni, és meg akarják tanulni, főleg megtanulni, azokat én mindig segítem és támogatom, és beiskolázom őket, főleg az, ami a legfontosabb dolog, mert ebben a sportágban nagyon döntő fontosságú az, hogy a világon felismerte mindenhol, minden országban felismerték azt, hogy személyiségi formáló tulajdonságokkal rendelkezik, aminek nagyon fontos jelentősége van a versenysportban. Egyértelműen a 72-es olimpia volt pályafutása csúcspontja, hogyan emlékszik vissza Münchenre? Egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert tulajdonképpen akkor volt a tragikus gyilkosság is, és én akkor lettem 100. magyar olimpia bajnok, hiszen valójában ugye a tragédiát megelőzően, vagy követően az első mérkőzés az enyém volt, tehát az én ökévó mérkőzésem.
ahol egy észak-koreai versenyzővel kerültem szembe, Kim-ul Gill-lel, akit megismertem, és nem volt egy könnyű mérkőzés, hiszen taktikai és technikai szinten mind a ketten elég magas szinten álltunk. Hiszen az ökvivalós sportág az nem harcászati sport, hanem taktikai sport. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hiszen ökvivívásról beszélünk, nem boxról, bunyóról, néha zsargon néven mondják, vagy teszik. Én az ökvivívást tanítottam eddig is, a Vasas Sport Egyesületben 100 versenyző volt, most is vannak nagyon sok tanítványaim, és jelen pillanatban a Magyar Ökvivívó Szakszövetségnek az országos szakfelügyele vagyok, hiszen egy éve már, most már második éve figyelem és kísérem a mai fiatalokat, a mai gyerekeket, hogy tulajdonképpen hol romlanak ők meg, és hol próbál valahol a, nem a sportágnak megfelelni, hanem egy lezsel félrehúzással, ugye, tovább akarnak más sportágok fele menni. Én azt mondom, hogy ez talán az életvitel miatt is van, hiszen mások a tulajdoni viszonyok. Ma a gyerek otthon a szülőtől, a családtól azt viszi el, hogyha oda mész, ahol jó keresel, ahol jó fizetnek, de ez a sportág, az ökvivívó sportág például az nem arról szól. Az arról szól, hogy milyen ember lesz belőle tulajdonképpen, milyen hazának, a magyar embereknek, milyen áldásos fiatalja lesz, hogyan próbál egészséges életmódot élni, hogyan próbál megismerkedni az a sportággal, amit tulajdonképpen nem mondanak el egy sportágról sem, hogy nálunk például az az alapvető álláspontom, például az enyém is az volt az első perctől kezdve, hogy elmondtam azt, hogy mire kell vigyázni és mire kell figyelni. De hát ezzel szembesülni kell, és előbb-utóbb szembesül, de nem mindegy, hogy hogy szembesül a gyerek, tehát a fiatal versenyző. Nekem azok a gyerekek a mai napig is telefonon hívnak, és visszajelzik azokat a dolgokat, azokat az érdembeli dolgokat az életből, amikkel találkoztak, és amire én felhívtam a figyelmüket. Ma is a legfontosabb dolog is veszőparipám, hogy beilleszkedni a társadalomba csak úgy lehet, és úgy tisztességes, hogyha tanul, műveli magát, mert műveltség nélkül ez nem megy, és a nevelőnek, az edzőnek pedig olyan pszichológusnak kell lenni, mint amilyen az Adler Zsigmond volt, a világ egyik legnagyobb edzője volt, hiszen a Pap Lászlót is ő tanította, Lacit, aki neki köszönheti az eredményeit, és én azt tanultam tőle az én sportpályafutásom alatt, hogy hogyan kell az ökvivívó sportot megtanulni. Olimpiai bajnokként reflektorfényben élte az életét, így nem titok, hogy voltak nehezebb periódusok is az életében, hogyan sikerült ebből kilábalni? Az ökvivívó sportnak az mindig adott nekem olyan ambíciót, hogy igenis fel tudtam állni. Olyan helyzetből is, amit én úgy könyvelek el, most már utólagosan, hogy nem a saját hibámból történt, társadalmi problémákból adódtak ezek, és föl kellett állnom, meg kellett mutatni azt, hogy igenis ez a sportág erre tanít, hogy megvan az a plusz akarat és plusz erő, hogy helyre tudjak állni, és elvégeztem azt a munkát, azt a kötelezettséget, amit akkor kiszabtak rám. Például ugye hát az első világbajnokság 1974-ben volt Kubába, ahol nekem lehetőséget nem adtak, hogy én felkészüljek. Ez nem fáj egyáltalán, mert én nagyon sok mérkőzést megnyertem és vívtam, csak ott szerettem volna lenni úgy, hogy fel vagyok készülve. Tudtam azt, hogy nem vagyok felkészülve, tudtam azt, hogy mindent meg fogok ennek elérni is tenni, és meg is tettem. Sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, szerettem volna egy világbajnoksággal gazdagabb lenni, nem jött össze. De emellett volt 590 mérkőzésem, ebből 586-ot megnyertem, egy döntetlen mérkőzésem volt, 57 kiütés egy győzelmem volt. És én azt hiszem, hogy ilyen eredményekkel elégedettnek kell, hogy legyek, és megbékéltem már önmagammal, hiszen ez a szerep és ez a munka, ami rám vár még, a hátlévő életemben, ugye mert most leszek 68 éves, ez nagyon fontos lesz a számomra, és minden olyan fiatal számára, aki az ökvivívó sportot meg akarja tanulni, és meg akarja szeretni.
Hátrányba került a nyíregyházi kosárcsoli a bajnoki elődöntőben. Farkacsinszky Gyuláni együttese 74-64-re kapott ki a TFS otthonában. Eleve már ott kezdődött az egész hajcő, hogy kértük a TFF-et, hogy ne szombati napon játsszuk ezt a mérkőzést, mert ugye éppen Zalakaroson voltunk a Tini országos B-döntőn. Ettől függetlenül nem lehetett őket meggyőzni, tehát így kénytelenek voltunk mi az ottani edzőket megkérni, hogy reggel 9-kor lejátsszuk a mérkőzést. Felszállgózottunk Budapestre a gyerekekkel, ugye ott leültek, nézték a mérkőzést, hát mert eleve az előjelek sem voltak annyira biztatóak, így bármi jóra lehetett volna számítani. Hát ez egy, én azt gondolom, hogy a kosárlabdához nem túl sok köze volt ennek a mérkőzésnek. Az a csapat nyert, aki sokkal keményebb, agresszívabb, harcosabb volt, aki jobban tudta talán a fizikai fölényét alkalmazni ezen a mérkőzésen. Maga a játékvezetés, ugye ez mindig annak megfelelően kell játszani egy mérkőzés, a játékvezetés engedi. Na most ez a mérkőzés volt, ahol igencsak keményen, akár a harcművészet terén is alkalmazott bizonyos fogásokat alkalmazva kellett volna nyernünk. Sajnos nekünk ez nem sikerült megoldani, főleg úgy nem, hogy a kulcs játékosainknak már az első fél időben 3-4 faultja volt. Tehát az, hogy a Diának 5 perc után 3 faultja legyen, ugye ilyen még a világ történelmében nem volt, tehát ilyen mérkőzés még soha nem volt. A Fekete Dóra is a másik negyed közepére 4 faulttal volt, a Vivien kipontozódott, az Orsi 4 faulttal volt. Tehát én úgy gondolom, hogy nem igazán nekünk állt ez a mérkőzés. Ugye hozzátéve azt, hogy azért mostanra már igencsak megfogyatkoztunk, tehát a korona eltűnt, egyszerűen nem tudjuk, hogy merre van, valószínűleg Ukrajnában maradt, tehát így is igazából 5 nagyunk van, az összes többi az kadettkorú fiatal játékos, ebből ugye a Takács Anna az érettségi előtt, tehát hogy neki mert az a fontosabb, hogy azokat a dolgokat előkészítse, ezért kevesebb edzést tud vállalni, ezek az előjelekkel vágtunk neki, reménykedtünk, hogy talán mégis sikerül is megoldanunk, tehát se a mi egységünk nem volt úgy, meg kaptunk egy olyan ellenállást, ami nekünk nem kedves, tehát mi jobban szeretünk kosárlabdázni, mint ezt a Pankrátor kosárlabdát játszani. Sajnos nem sikerült, ettől függetlenül a héten keményen készülünk arra, hogy egyenlítsünk, és akkor egy harmadik mérkőzésen talán majd Budapesten eldőlhet, hogy akkor ki fog döntőt játszani. Szombat délután 6 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában a második mérkőzés az elődöntőnek. Miben kellene javulni, mit kellene másképpen csinálni az első meccshez képest, hogy nyerni tudjatok? Keménységben azt gondolom, hogy fel kell vennünk a TF-fel a harcot, hogyha ez sikerülni fog, akkor azt gondolom, hogy nekünk állhat ez a győzelem, vagy ez a mérkőzés. Kintről, hogyha egy kicsit pontosabban tudunk letalálni, az szintúgy segíthet, illetve nyilvánvalóan a több mozgással kell megpróbálunk a palánk alatti helyzeteinket is megoldani, illetve kihasználni. Nem reménytelen, azt gondolom, ez a mérkőzés, tehát 12-3 pont lett, nem tudom most pontosan, ugye fent Pesten is, tehát ez azért nem egy olyan különbség, amit ne lehetne ledolgozni. Ha pontosabbak vagyunk, szerintem akkor még lesz ez a mérkőzés. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!